Holy shit! He got him good! This damn half-breed's making a fool out of us! It's what you used to eat it for! Hiding in the trash, stinking of your own shit! Igen, ebben a korszakban voltak ilyen játékok, ott volt a The Suffering, a Punisher, The Game, amik hasonló kaliberű játékok voltak, mint ez, és hát látjátok, azok is réteg játékok. Néhányan azt mondják rájuk, amit például én is nagyon szerették, és tök jó lenne újra játszani, és blablabla. De a nagy közönséget már nem érdeklik ezek. Ami persze nem feltétlenül gond. Csak olyan rossz belegondolni, hogy ennyi minden el fog tűnni teljesen. Mert amúgy tényleg eltűnnek, mert nem lesz ki fenntartsa az érdeklődést irántuk. Már ha értitek. Olyan ez a dolog, mint ezek a régi játékok olyanok, mint Freddy Krueger, hogy úgy lehet legyőzni, hogy senki se beszél róla. Ezek mind olyanok. Bazd meg! Nem akarok még egyszer meghalni, nem már. Oké. Nyugalom. Az RTS kategória is most már nem is az, hogy elvékonyodott, gyakorlatilag nincs. Na nézzük, mennyire fog futkározni? Nézzük, merre fordul. Come on out, you bean-eating chicken shit! A Cyberpunk el fog-e tűnni? Hát nem tudom. Szerintem valószínűleg. Fel kellett vennem a HP-t, úgyhogy muszáj volt észrevegyem. Csak ugye egy szögbelövős tag. Azt meg kell jegyeznünk. Nem hiszem, hogy túlságosan sokan fognak. Nézzétek, a hype az más dolog, mint az, hogy egy játék széles körben népszerű. Például most itt van ez a... Melyik az a játék, az a... Tudjátok, van az a játék stílus, ami hogyha szararcú emberek mennek, és ilyen pisin korcsajáznak, akkor is játszik mindenki vele. Van egy ilyen játék stílus, ez a open world, survival, gyűjtögetős, kraftolós játék. Minden évben kijön belőle valami early access szar. Biztos tudjátok ezeket a játékokat. Csilliárdot lehet felsorolni belőle. Nem a Daisy, nem, hanem ami... Ez a Rust, Conan, ezek, és most kijött az a... Most van egy új ebből. Az! A Valheim! Köszi szépen! Na, itt a Valheim. A Valheim gyakorlatilag, jó, persze lehet vele vitatkozni erről. A Valheim például, sikerült a pálya, csak mondom. A Valheim például, az ugye gyakorlatilag ugyanaz, mint a Conan. Vagy mint a... melyik volt az a szamurájos? Volt valami szamurájos is. Az meg valami Kanto? Kunto?
Kintó? Melyik volt a másik? These skins are boring me, dumbass supremacist bastards. Always blaming others for their inadequacies. Butcher them, Cash! Cut them up! Beat them down and choke the fucking life out of them! A Sekiro meg a Nio, hát igen, ezek olyanok, mint a Conan. Meg mint a Rust. Kenshi, köszi szépen, Xirotekwex. Köszi szépen. Na, ezek azok a játékok, amikkel mindig játszanak streamerek, ilyen early access formában, és általában baromi nagy hype lesz körülöttük ilyen egy-két hónapig, és mindenki megveszi, és felmegy a szerverre. Ez jó volt, nem? Látjátok, ezért mondom, hogy amikor próbál az ember játékokról beszélni egy game streambe, akkor gyorsan kiderül, hogy nem vágják olyan sokan ám ezt a videójátszás dolgot, mármint olyan szinten, hogy melyik játék micsoda. Például. Na, de ezek a játékok kapják a legdurvább hype-okat. Asszati, szerintem is igazából ilyen mesterségesen generált hype-ok ezek. Ezek jó kis stream gémek, amiben gyakorlatilag, ugye mi is ezért csináltuk őket, de akkor jókat rögtünk, hogy nem csinálsz semmit, de nézik nagyon sokan, és akkor ennyi. Igen. Aztán most már így megy ez a dolog. De ezek nem tartanak sokáig. Ezek nem tartanak sokáig általában. Az olyan gémek, mint a Fortnite, azok sokáig tartanak. Pisti. Volt sem. Volt baj. Nagyon nagy baj volt. Az Escape from Tarkov? Hát... Mármint az Escape from Tarkovra úgy érted, hogy az is olyan, hogy csak azért játszanak vele sokan, mert streamelik? Mert ugye elég réteg játék a Tarkov. De látjátok, sokszor előfordul, hogy csak rövid ideig hype egy game, mint például ott volt az a... Ott volt az a Fall Guys. Az nagyon gyorsan eltűnt ez a Fall Guys. Most van ez az Among Us. Szerintem jó van, hogy ezek vannak. Szerintem jó, hogy vannak ezek. Csak mondom, nem tudom, hogy mik azok a játékok, amik megmaradnak. Mert ezek például az olyan játék, mint a Manhunt, hogy most ugye így játszom vele, és próbálunk ugye végig vonatozni rajta. Tehát annak idején volt olyan pálya, amivel napokig szoptam. Nem, hogy ennyit, mint most. Na, kinyitjuk a bukót. A Valheimot ajánlotta egy kollégánk. Mármint, hogy nekem?
Jani vagy Balázs? Biztos, hogy nem. Valószínűleg Clayky kör. Ez valami rossz német pornót néz. Sértődős, bandolós kollega? Én? Én biztos nem ajánlottam a Valheimot. De van, akik meg nagyon szeretik ezt a játékstílust. És vannak olyanok, akik napokig képesek kondenezni. Én nem tudok. Ez van. Úgyhogy arra fogom a hype-ot. The filthy and the impure Riddler Nation. Bird Pine, köszi szépen a 7 hónapot. Kuka Divingo, köszi a 2 hónapot neked is. Puli, köszi az 5 hónapot. Fnor, köszi a csírt. Kutiati, köszi a 38-at. Nagyon szépen köszi, srácok. Ó, itt van egy kapcsoló. Sok minden megmagyaráz. Oké, most már nem tudja nézni a pornót. Az gond, mérges lesz. Megvan a tag. Szóval innen nézte a német művészetet. Ott a videókazetta. Király. Hűtőt kell felemelnünk a vele, hogy tovább tudjunk menni. You need some gas to activate this crane. You need, igen, shown on the radar. Kell benzin a daruba, hogy a hűtőt fel tudjuk emelni. Saját szórakoztatására ez a direktor mi hülyeségeket kitalál, nem? Mongrels have a yellow streak in them, a mile wide. He's out there thinking his dirty mongrel thoughts, waiting for us to. What the? Jobban kellett volna time-olni. Elvileg tippek közvetítik, mert pont azt mondja a csávó, hogy a nevünket fogják üvölteni. Kicsit olyan ez, mint az a Jason Statham-es film. Az a halálfutam, vagy mi a Pöcskinsz volt az? Halálfutam! Az! Az is ilyesmi tém... ez gond. Nem gond.
I'm a creeping up on you, boy. Like death itself. Igen, igen, a halálfutam. Mitu papa, nagyon szépen köszönjük. Köszi mindenkinek, srácok, a támogatást. Kevés a HP-nk. Pedig oda kellene bemennünk a benzinért. Ott nem tudunk. Nézzünk körbe. De baszki, az a baj, hogy elfordulok egy kanyarba, és már ott van. Azonnal lebukok. Láttatok, vagy hallottatok, hogy jön a Powerpuff Girls élőszereplős verziója? Az azért már durva, nem? A rajzfilmet magát, azt szeretem. Legalábbis a régi évadokat, azokat nagyon. De élőszereplős? Kíváncsi leszek. He will lay falsehood before us and weigh our endeavors with doubt. És ez Dagi. Agreed. Micsoda! Feltapadt a farra! Fúj! Mi gusztustán te? Oké, és? Itt vagyunk már bent, ahol a benzineszkuk Anna lesz. A csali üveg az van nekünk. Nézzük, hogy van-e bent valaki. Ó, itt van egy mentés. Pick up the gas can, take it back to the crane. Tehát vinnünk kell ezt a gas can-t. Hogy megtankoljuk a darut. Hogy elvegyük a... ha itt van HP, az nagyon jó cucc. Ó, áll az ég neki. Legalább egy ilyen fight-ot túl tudunk járni. Ó, a büdös picsába, ezt el is felejtettem. Hogy ezzel rendesen így kell. Legalább négyen jönnek, bazzeg. Hát ez nem túl jó, mi? Kérdés, hogy ez a Dagi-e vajon, vagy sem. Jön. Már jön. Már jön. Oké, ide hívta a többieket is. Ez nagyon rossz ötlet volt. Idiot got himself killed. Forget about him. Keep it lively. I can't believe it. There
was something over here, right? Afraid to show yourself? I don't blame you. Keep your wits about you. He's holed up around here. His muddy blood lacks the strength for confrontation. Egyet szerintem le tudtam választani, úgyhogy csak óvatosan. Talán megvan. It's only a matter of time before this guy makes a mistake. Okay. Még ketten vannak, és az egyik riadó fújó. Emlékszem, hogy hol hagytam a gaskant. De most direkt próbálok. One day this will be how we punish all wrongdoers. God bless white America. Ti halljátok ezt a dumát? Te rasszista koca. Jó. Nézzük csak. Itt van a gaskan. Szépen menjünk tovább. Kérdés az, erre van a daru, ugye? Az a baj, a tagot nem tudom, hogy merre van. Pedig valahol itt van ő is. Ott a daru. Aha, ott a csávó. Új, több csávó is van. Hát ez gond. Na nézzük, észre csaljuk. Miért streamelném a Hatredet, srácok? Az a játék szar. Az a baj, nem jó. Sokat beszélek, mondtam azt. Szükszavobban csináljam. Legyek egyértelmű. Christ!
Én csak gondoltam, arra is válaszolok, mert gondoltam, az lett volna a következő kérdés, hogy annyit mondok, hogy nem. Olyankor általában azt szokták kérdezni, hogy miért. És akkor ezért szoktam egészben válaszolni, de mondom, igazad van. Az egyszavasok azok jobbak. Na nézzük. Hege Bala, köszi szépen a csírt. Szemnél Bazsi, köszi 22 hónapot. Bitu papának pedig köszönjük szépen, hogy 3-4 éve Tier 3-as feliratkozunk. Az a badge, Bitu papa. A kurva életben. Nagyon szépen köszönjük, hogy 4 éve támogatsz már minket. És köszönjük a bizalmat is. Ami néha meg kell legyen, ha rólunk van szó. Erről nem volt szó. Én azt hittem, mind meghaltak. Megvan a szögbelövős tag. És még egy volt, ugye? Itt a daru körül. Aha. Vagy ő már belül van. Szerintem ő már belül van. Tűnés. Oké. Okay. Lényeg az, hogy sikerült elemelnünk onnan a hűtőt. Most már nagyon nem kéne meghalnunk. Kapja. Kapta. Jó. Milyen fura, hogy... Jönre. Valamennyire összet szoktunk kiszedni belőle. És van a szögbe lövőnkbe is, tudsz? Jó. Na, menjünk. Mintha még itt lennének egyen. Ó. Ott van pince? Ahol le lehet menni? És megfordul! Komolyan mondom, és csak rám rohantak, mint a szar. És a... Na várjatok egy kicsit. Hol van itt a save game? Now.
sokan vannak. Gyors kivégzéseket használunk. Na, abba süljünk bele. Így le fogom bukni párszor. De muszáj egy gyors kivégzést használjuk. Itt hárman vannak legalább. De ha így hosszan, így elmegyünk, ahogy a három eloszlik. Semmi gond. Tehát az a kettő mindenképpen ránk fut, az a lényeg. Azokat valahogy el kellene kapni. I think we got him! Ne fordulj meg, 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 már meg is van oldva. Sose volt könnyű a Manhunt. Gondolom emlékeztek rá azok, akik játszottak vele. Zoli, köszi szépen a csírt. Szemnél Bazsinak is köszönjük szépen. Scribbeli bugok? Milyen scribbeli bugok? Nem hiszem, hogy ez a gamehez valaha jött patch erre a platformra. A Manhuntról beszélsz? Óvatosan. Hot damn. I gotta quit smoking. I gotta quit smoking. Gameborgat is, milyen platformon történt ez veled? Ezek a bugok. Steamen. Aha. Ez PlayStation, amin én játszom most. Pont azért, hogy ne legyenek bugok. Na jó, egy kis sárgát kapjon most már. Megérdemli, mert meglőtt a szeglövőjével. El lehet rejteni a testeket, de jó, ha észreveszik a testeket, mert... Rossz gombot nyomtam. Jó, ha észreveszik a testeket, mert akkor elcsalogatjuk őket.
Elég sok lövedéket kaptunk ehhez a szegbelövőhöz. Lehet, ide kéne futnunk, amikor jön ez a két faszopó. Jönnek! Meg kell testezzük, ha megfordul. Így is, úgy is. Úgy line-upolt össze, hogy pont akkor fordult meg, amikor a másik csávó ideért. Érdekes azért, nem? Mármint, hogyha direkt van így scriptelve, oké, bár nem tudhatta a játék, hogy hova fog futni. Ha meg véletlen, akkor meg mekkora pech. Mondjuk mindenhova egyszerre mozdulnak kb. Lehet, hogy direkt van ez így. Skadano, köszi az 5 hónapot. iOriginal, köszi szépen a 20-at. És futnak is. Igen, ez elég nagy gond, hogy az egyik fut. Látjátok? Mi történt? Már megint? Egyszer csak ott termett a másik. Mi a szar? Olyan nagyon furcsa volt ez is, hogy ide jött a másik mögé, és egyszer csak hopp, ott termett a másik. Poor little runt must be terrified. Elég lenne az egyik... nem biztos, hogy elég lenne az egyiket elkapni. Állati jó. Egy nagyon picit kéne csak külön váljanak. Még lehet, hogy ennyire elég is lenne. És nem, mert nézzünk, megint zárja a másik. Most bár nem tudom, hol van a másik. Mögöttem. Megvannak. Szúvi Andris, nagyon szépen köszönjük az egy év feliratkozást, gratulálunk a Badgethez. Köszönjük szépen, hogy már te is ilyen régóta követsz minket. Én továbbra is igyekszem változatos, köszi Teddy, változatos tartalmat biztosítani. A változatosság átka az, hogy van, ami rózsaszín, van, ami meg barna. Frogman Steve, neked pedig köszönjük a 4 év feliratkozást, és gratulálunk a még mindig Cyberpunk színűnek mondom, pedig nem az színű badge-nek. Badge-hez, bocsánat. Nagyon szépen köszönöm, mert 4 éve támogatta is minket. Köszönjük ezt az elképesztően durva régi támogatást neked is. És lent még többen vannak. Jöttem végigviszel ezt a nehéz részt. Mert akkor kapsz mentést a régi játékba, amikor igazán komolyra fordul a helyzet. Addig lő, amíg meghalsz, ugye? Addig lő, amíg meghalsz. Ta-t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 a. Addig lő, ameddig csak tud. Szóval azt tudjuk, hogy fent van egy arc.
Csak hogy ezek itt így elfutottak most, de hogy miért? Ez mi? Úristen! Túl sok lövedékünk van most már ebben a jelgámba. Hogy csak itt szeglövőzzünk. Felelőtlenül. Az életünk tele van. Csak itt fent kéne menni. De azt a tagot ki kéne nyírjuk. Nem tudom, hogy a szeglövővel éj. Vagy sem éj. Na mi a horror van? Itt van. De jó volt az angol! Tetted nekem. Ilyen szűk hely volt, nem tudott oldalra menni a kamera. Ez király volt nagyon. Azt a kaput kell kinyitnunk. Valahogyan. Hát ezt gondolom, hogy lesz valami kapcsoló. Vagy a fene tudja, hogy mi. Megvizsgáljuk. Oké. Okay. Azt tudjuk, hogy ennél itt, ennél szögben lövő van. Ami nem... Aki valahogy észrevett. Egyszer csak. Hát, ha fel tudtam csalni őket ide. Na, mi lesz? Analog stick célzás következik egy nagyon régi játékban. Egy nagyon másik fajta kontrollerrel, mint amivel kéne jött. Hát érdekes. Óvatosan. Valami miatt arra a csávóra nem akar... Oké. Okay. Arra a csávóra nem akar rálokkolni. Pedig pont, hogy azokat kéne lelőni. Nem feléd, nem maradt semmi. Nem maradt lőszer. Pedig már majdnem meghaltak. És nekik végtelen a lőszerük. Hogy rothadjanak meg reggelre, bazd meg. Elképesztő, nem baj. Túléltük eddig. Ketten vannak. Nem mindig lehet rájuk lokkolni, sajnos. Gotta keep the heat simmering. Keep it energized
energizing my soul. Keep them energizing my soul. Meg fogja hallani, el kell menjen alattam. Meg kell cserkészni őket. Ugye mivel ők végtelen lőszeresszögbe lövősök, srácok, ezért nem lehet őket leütni baseballütővel, hogyha észrevesznek, csak úgy, hogyha nem. Na nézzük. Csst. Óvatosan. Itt füttyög már. Pont. Pont egymáshoz fogják nyomni a rudiukat. Megpróbálom ezt a nagyon veszélyes dolgot megoldani, hogy elmenjen pont mellettem. Hát, ha sikerül. Nem sok esély van rá, de nézzük ott. Sure gonna make you proud of me tonight, daddy. Persze, hogy ott jött. Gyere utánam. Tudod, hogy merre jöttem. Itt, jó, nagyon jó. Nagyon jó. Futni fog szerintem. Az nem lesz jó nekünk. Nem, most jó. Így jó. Megint daru. Anyám. Megint hűtő. De van éj benne benziné? Csak van. Francba, így megdöglünk. De megám. Az a baj, hogy... Azok egyből jönnek. Nézzük csak most ezt a rálokkolást. Lent volt heal, ha jól emlékszem, vagyis egy még 10 lövedék a nélgánhoz. Szegény ember, mint a GTA végigjátszás, viszont nekem nagyon jó visszajelzés a Manhunt arra, hogy tudod, hogy hogy megcsináljam-e a GTA franchise végigjátszás, vagy nem. Arra abszolút. Daddy back. They're going, please!
És muszáj volt ugyanazt beadjam, mint az előbb. Jó. Hatalmas gyilkolásás. Ugye GTA végigjátszás, nem kis falat? Hát figyelj, az Assassin's Creed-et is megcsináltam. Az is 10 jó pár játék volt, főleg a main game-ek. Ugye nagyon-nagyon sokszor beszéltünk már a GTA franchise végigjátszásról, gondolom nem újdonság, hogy ezt mondtam. Nem tudom, mi köze annak a Midnight Clubhoz vagy az L.A. Noirhoz, de valamilyen szinten van. Ezek szerint. De mondom, azzal kapcsolatban mindig is bizonytalan voltam, hogy megcsináljam-e a GTA franchise-t vagy sem. De az az igazság, hogy volt néhány olyan retro próbálkozásom például az elmúlt időszakban, ami... Hát nem tudom, inkább lebeszél róla. Hogy ezeket megcsinálja, mert nem egyszerű dolgokról van szó, az a nagy igazság, meg elég nagy szopás összehozni, és az az igazság, hogy annyira kicsi az érdeklődés iránta, hogy borzasztó. Tehát, hogy így nem tudom, hogy érdemes-e foglalkozni vele, most viccen kívül. Várjatok, hogyha most beülünk ebbe a szarba. Jön az egyik. Óvatosan. Kettő volt. Hadd legyen a durva cucc. Na, sok aggályom van, Rockid, és azzal kapcsolatban, hogy mondom, hogy a GTA franchise hogy legyen, mint legyen, és a sok aggály, nem tudom, én azt látom, hogy a retro játékokra annyira nincsen nagy kereslet, értitek? Így az átlagos nézők részéről, hogy megéri esetleg ezzel foglalkozni. Én megértem, meg nem károsztatok emiatt én senkit, csak... Ez mi? De ez mi soha? Na várjatok, ezt most nem nagyon értem. Kettő jött fentről, a többi honnan jött előre? Jó, még egyszer próbáljuk meg ezt a részt. De Gucci, mit vársz a helikopteres küldetésen a Vice City-ben, amikor most mondom, hogy valószínűleg nem fogom végigjátszani a GTA franchise-t, mert nem érdekel senkit? Akkor minek mozgatom a számot? Meg Györgyi rajta hang. Hogyha semmi értelme nincsen.
Te végigjátszod az öreg, csak akkor nem tudom, mire vársz. Egyébként, Rockid, ezt már többször megkaptam, és amúgy jó is, hogy mondod. Igen, én alapvetően egy háttérzaj vagyok a közvetítés közben, sőt, van, akit zavarok a game élvezésében. De ez nem gond egyébként, mert én szeretek zavarni, csak... Ki kéne találni azt, a francba. Most tökre észrevettek. Ami nem baj. Készüljünk fel. Nagyon jó. Kinyílik a kapu, és akkor innentől kezdve mi fog történni? Ez a nagy kérdés. Hát nem gondolom azt, hogy nagyon gáz lenne, Szebiper. Ha tönkreteszed magad, akkor semmit nem fogsz tudni melózni. Úgyhogy szerintem, hogyha sok, akkor sok. Az emberek tudnia kell a határait. Mint én és a GTA végigjátszás. Akármennyire is szeretném, erőltetni nem fogom, mert nincsen értelme. Hogy Megament is sokan nézték? Dehogy nézték sokan. Dehogy nézték sokan. A legtöbb retro játékot kevesen nézik nagyon. Kivéve, hogyha mondjuk Half-Life, vagy ilyesmi. Itt ugye nem lehet máshogy tovább menni most már, csak úgy, hogyha... Hát még valamit talán megpróbálhatnék, csak jobb lenne, ha lenne egy... Oké, ketten vannak. Nem! Nem! Óvatosan, kicsit össze-vissza megy ez a futás. Ez az. Jó, jó. Hú. Amikor egy analóg stickkel kell futni, azt nem szeretem. Óvatosan. Egyre többen vannak, basszus. Még mindig mutatott ott kettőt, nem, srácok?